A Horvátországból Magyarországra érkező autókat indul ellenőrizni az országos mentőszolgálat egyik alkalmazottja Letenyénél. Overall és szelepes szájmaszka védő felszerelés csak így lép ki a határon érkezőkhöz. Az operatív törzs ugyanis szigorította a határátkelő helyeken az ellenőrzést, különösen azokra tekintettel, akik a járvány gócpontjából érkeznek. A határon nem a rendőrök ellenőriznek, hanem szakemberek ellenőriznek, és kiemelten ellenőrzik azokat az embereket kérdőívvel, effektíve megkérdezik tőlük, hogy milyen területről érkeztek, akik az elmúlt időszakban az említett gócpontokon, annak környékén jártak. Az operatív törzs elrendelte, hogy a MÁV, a Volán és a Gyesev járatain fertőtlenítőszerek, hőmérők legyenek, és a kalauzokat is fel kell készíteni arra, ha útközben gyanús esettel találkoznak. Az éjszaka is érkezett 7 darab minta, amelyet vizsgálnak, de egyenlőre egyetlen egy pozitív minta sincsen. Minden eddig elkészült minta, az negatív Magyarországon, tehát továbbra sincsen olyan beteg, aki koronavírussal megfertőződött volna, és ezt orvosi vizsgálat is igazolta volna. Kicsit olyan, mint egy ilyen rendes horrorfilm abban a szakaszban, amikor még nem jelent meg a rém, de tudjuk, hogy jön. Jön, mint a moképp reklám, ez bizonyos korosztály már nem érti. És én azt látom, hallgatva rádiót és nézve tévét, nagyjából, mint a Szilágyi. Úgy viselkedsz, mint egy óvodás, ma meg. Mit tudom én, nem vagy fertőző? Ezért föl... Én voltam kégésznél, nem vagyok fertőző, hogy iszonyatos ambivalencia van. Komolyan se tudják igazán venni, próbálnak viccesen beszélni róla, az sem megy, de látható módon valami olyan dolog jön, vagy talán már itt is van, amivel nem találkoztunk még ebben a formában, madárinfluenza, sertés, pestis, ebola, egyebek, fekete himlő, rojászálló. Hongkongi influenza volt, jelentem. Spanyol. Nem arról van szó, hogy nem volt. Az a társadalmi összizé, ami most van. Ez így van. Az még nem volt. Influenza volt, Facebook nem volt. Így. Jó, de én egyébként komolyan veszem, tehát, hogy engem nyomaszt. Olyan, mint amit mondasz, hogy egy horror, hogy jön, vagy nem jön. Én nem tudom, lehet, hogy én az a típus vagyok, akit... Persze, az életemet is féltem, a 96 éves apámat féltem, tehát hogy nem tudom nem komolyan venni, van Ausztriában, van a barátnőmnél Milánóban, túl közel van ez az egész, és teljesen tuti, hogy egyszer csak belép ide is. Nekem inkább az az aggályom, hogy van-e reagens, vagy nem tudom, hogy nevezik azt, amivel azonosítják a vírust. Tehát, hogy meg tudják-e mondani, hogy valakinek az van, vagy nincs az. Képes-e a magyar egészségügy a jelen formájában, álljunk itt lesz megint. Valamit elkezdeni? Ugye az egyik alapvető kérdés ez. Mert ugye az ellenzék azt mondja, hogy a hazai egészségügy erre alkalmatlan, pedig még nem tudjuk az ellenpróbáját. Mit gondolsz te erről? Én egy dolgot tudtam meg tegnap, hogy a László és az István kórházban összesen 15 ilyen ágy van. És gondoljuk el, hogy ha itt tényleg elszabadul a vírus... De ez biztos, akkor, mert a főorvos többről beszélt. Én úgy tudom, én a kórház egyik alkalmazottjával beszéltem, és 15 ilyen ágy Elnézést, a kórház egyik alkalmazottja az már majdnem olyan, mint a Facebook? Igen, az már majdnem olyan. Egyébként figyeljetek, Szlávik Istvánnak mindent el lehet hinni, ő a Magyarországon ennek a felkent papja, és ő azt gondolom, hogy nagyon igyekszik bennünket a normál bederbe tartani. Nem sok nehéz dolga van velem. Hát itt két szélsőség van, akik pont szemben ülnek egymással. A Kati attól tart, hogy megkaphatja, és ettől fél. Én biztos vagyok benne, hogy én nem kapom meg, ezért nem félek. Most van valahol két beteg Nyíregyházán. Van 2000 halott Pekingben, vagy nem Pekingben, hanem Wuhanban. 1 milliárd lakosú országban. Hát hasraesésben többen meghalnak. Ez az egész annyira túl van lihegve. Az internet, a Facebook, a nem tudom minek a segítségével, és az emberek hajlamosak ezről. Nem, ugye valaki arról beszélt, hogy ez a hajó, ami Yokohamában kötött ki, hogy az konkrétan ma már olyan, mint egy hollywoodi forgatókönyv. Uh-huh. Abszolút.
ugye nem engedték kikötni a hajót, aztán nem engedték kiszállni az embereket, szóval ilyen tömegpszichózis van. Horgonyzott addig, mint mindenki megfertőzött. Meg nem betegedett. Belejött, hogy mindenki kapott egy kártyát, hogy tudjon internetezni, így aztán mindenki valamilyen módon fölvette a kapcsolatot a világgal, mindenki mondott valamit. És halálosan unatkoztak szegények, míg meg nem kapták a vírust. Szóval amitől félni lehet, bocsánat, amitől félni lehet, az az, hogy, hogy hazajössz, nem tudom én, Olaszország irányából, nem is Olaszország irányából, és a határon azt mondják, hogy te most akkor menj be a László kórházba 2 hétre, mert ott most meg fognak figyelni. És? Ez rémes. Nem, ez, szerintem ez egy teljesen adekvát cselekvés. Én nyugodtabb vagyok, mert hallottuk a bejátszásban, hogy ki fognak tölteni kérdőíveket. És akkor már kiszűrték a nagy bajt. Nem és is értettem ezt a kiszűrt. Hát ezért mesélem. És amikor majd jön a vírus, majd megkérdezik tőle, hogy szögesdrót kerítés, nem jövök. Megálltam a déli határnál. Én Magyarországot nem támadom meg. Ezek után én se félek. Meg vagyok védve. Hát akkor... De egy merőrkény. Tehát amikor az. Arról van szó, én engem így neveltek, tehát nekem még szövet zsebkendőm van. Ó, de jó, amikor arról beszélnek, itt nyugodtan, ez egy friss darab. De a Kati felének. Arról beszélnek, hogy az ember tüsszentsen a hónaljába, vagy a könyök hajlatába, nem a hónaljába. Akkor konkrétan meg ugye azt mondják, hogy mossunk kezet. Tehát ez egész életem arról szólt, hogy az anyukám más sem mondott, most a kezet, előtt. Arcot, fogatot, ahogy annak idején ő mondta. Fogatot? De Jani, rá tudsz állni most már a könyök mosásukkor. Nem, de még soha nem köt, tehát ebben már igen. Na de meg kell tanulni. Tehát, mintha tahók lennénk mindannyian, amire most a koronavírus kapcsán jövünk rá. Állj meg egy pillanatra, szerintem két dolgot hallgassatok meg. A könyökhajlatba tüsszentés az arra az esetre szól, nem arra, hogyha egy ilyen úriembernek neveltek, hogy van neked gyönyörű szövet zsebkendőd, ami 1500-ban kevesebb halott van, mint a hány zsebkendő használó, vagy kevesebb zsebkendő használó van, mint halott. Ez egy érdekes egybevetés, tehát ezért már érdemes volt bekapcsolniuk a tévét. De ebben biztos vagyok. Viszont, tehát, hogy ha nincs zsebkendőd, akkor folytsd el ez a... Olvastam egy kutatást, nem most, nem erre az alkalomra való felkészüléskor, hanem magamtól egyszer nyugodtan és érdeklődve, hogy csináltak valami tesztet, influenza terjedéses tesztet, ami arról szólt, hogy van-e kesztyű az illetőkön, vagy nincs kesztyű, és ilyen iglukba dugták be a tesztcsoport tagjait, és akiken volt kesztyű, azok nem kaptak meg semmiféle fertőzést egymástól, mindegyikben volt valami vírushordozó. Mert hogy annyira összefüggés van a benyalod, vagy nem nyalod be, megfogod az arcodat, megérintesz valamit, vagy nem között. Hogy ezeknek a dolgoknak van praktikus hasznuk, amiket így elkezdtek mondogatni. Hát az egyik azt mondja... 2 órán át él a vírus, mosd le alkoholos, nem tudom én micsodával. Annak idején volt egy reggel című műsor, és annak volt egy plusz ilyen része, és abban az a Neumann vezette a műsort, és abban volt szó egy lengyel lepedőről, amiben elmondta a Neumann, hogy ezt azért veszik az emberek, mert hogyha ezt használod, akkor a terméketlenek is teherbe esnek. És arról beszéltek, emlékszünk, hogy a Szilágy áldja meg az Isten, ne vegyen ilyet a Szakonyi, a magyar fia, senki. A Neumann elmesélte, hogy utána 50 telefon jött, és arról szólt, hol lehet lengyel lepedőt kapni. És ezt azért mondom, mert ugye a Gulyás Gergelytől kezdve szaktekintélyekig mondják azt, nincs szükség maszkra. És az emberek mit keresnek? Maszkot. Ki van írva a gyógyszertáron? Maszk nincs. Én meg azt hallottam, és az sem hangzik olyan nagyon rosszul, hogy miért nincs Magyarországon még vírusos megbetegedés. Ne, ezt... Jó, ne, eljutunk megint de mi, addig, de hogy... miért nincs? Azért, mert augusztusra vesznek előjegyzést. Szeptember. Menjünk vissza a Szilágyihoz. Mi lesz akkor, hogy amit a Kati mond, hogy az ördögöt a falra festjük, de megjelenik? De mi lesz akkor, amikor megállnak a vonatok a határon, amikor lezárnak határokat? Azért az, hogy a nép fölvásárolja a tartós élelmiszert, a népet nem lehet lenézni, és ezt nem csak a politikusok mondják választásokkor, most se. Én nem vettem tartós élelmiszert, de nem feledkezhetek meg azokról az emberekről, akik vettek, és nem nézhetem le őket. János, láttad, te annak idején volt egy zseniális film a Vesztegzára Grand Hotelben. Persze. Rejtő Jenő, örökbecsű. Ez egy nagy kérdés, ez egy film, nézni. De ez most egy film, Péter. El kell olvasni. De
abba az egész abszurditása ennek a jelenlegi helyzetnek is totálisan benne van. Amikor a Márkus László egy izével, egy ilyen lámpaernyővel, meg ugye emlékezni, avval álcázza magát, és úgy megy ki, hát nem ez a helyzet van most? Ennek a dolognak azért van egy vicces, és van egy komoly oldala. Én a komolynak az egészségügyet abszolút nem értek, de a gazdasági részétől már tartok. Mert hogy Kínából nem érkeznek meg azok a dolgok, amiknek meg kell érkeznie, Magyarország egy összeszerelő üzem praktikusan, le tudnak állni az árak, üzemek, nem tudnak emberek munkába menni. Hát ugye 340 forint, 60 fillér volt talán, igen, az euró, péntek van. Igen. És Kati, akkor ne felejtsd elmondani azt, amit el akartál mondani, hogy mi történhet szombatig. Hogy mi történhet szombatig? Hát szombatig bármikor, tehát mi itt abban a helyzetben vagyunk ma, pénteken délben, hogy semmi, egyelőre nincsen Magyarországon azonosított magyar fertőzött. Igen. Hivatalosan, és aztán, a más mikor ez adásba kerül. Ha lesz egy hivatalos... Igen, én más lelki állapotban leszek. Akkor meg leszel nagyon ijedve? Én nem tudom, hogy mennyire nagyon leszek megijedve, én most is meg vagyok bizonyos mértékig ijedve. Lehet, hogy azért, mert a Facebook fogja lettem, lehet, hogy azért, mert a koszos kis életemet jobban szeretem, mint itt, mindannyian. Unokád fontosabb szerintem. De egyszerűen csak azt gondolom, hogy a világjárványnak, a világjárványról való informáltságunk, az nekem meghatározza a lelkiállapotomat. Reménykedek benne, hogy ahogy te, úgy én sem fogom majd megkapni a Szilágyi Erzsébet fasorba az arra kószáló vírust, de egyáltalán nem tudom kizárni, hogy bárhol, ahol letenyerelek, ahol megkaparintom a, nem tudom én, fölkapom a földről a papírdarabot, és bejövök vele a stúdióba, és... Az a helyzet, hogy Szilágyi, hadd legyek személyes, és hadd mondjak magamra nézve terhelő bizonyíték. Nem létezik. Én el szoktam menni, Gazdagréten van egy kínai nem főznek jól, nem főznek rosszul. Kétszer elindultam oda, kétszer nem mentem el. És most ezt tulajdonképpen számva, bánva vallom be, mert tudom azt, hogy nem kellett volna így viselkednem. Mégis ott, ahol jobbra kellett volna mennem, balra mentem. Agyifék. Igen. Így van. Én nem vásároltam föl lisztet, viszont vettem egy 1 kilós olasz tésztát, meg egy szószt hozzá. Olasz vetel, legalább egy napra meg. Soha ma egyébként nem vettem volna. Tehát, hogy van arra vonatkozom bármiféle kimutatás, hogy akik fertőzöttek, akikre ráfogják ezt a lázmérőt, és 37.4 vagy 38.1, azokat ugye bezárják, evakuálják, nem tudom, miket csinálnak velük, azokból mennyi gyógyul meg, úgy nem is volt beteg igazából, de mondjuk fertőzött volt, mennyi gyógyul, mi az arány? Erre bármiféle kimutatás van, hát most már azért másfél hónapja ez megy. Falus doktor itt az ATV-ben. Azt mondja a fülem, hogy 80 ezerből 30 ezeren gyógyultak meg, de hogy ez most mérvadó vagy sem. De 50 ezer nem halt meg, tehát azt azért tudjuk. Nem, de teljesen jogos, János, amit mondasz. Egy nagyon érdekes, amiről nem nagyon beszéltek, vagy beszéltünk még. Mégpedig az, hogy az emberek most azon filozofálnak, azt találgatják, hogy ez az egész honnan jött. Mi ennek az eredete? Ki áll mögötte? A nemzetközi gyógyszer multik? A mafia? Egyesült Államok? Soros. Soros. Ezt biztos voltam, de például van egy telep, egy nagyon komoly üzletemberrel beszéltem, aki azt mondta, hogy figyelj, amit Amerikának a kereskedelmi háborúval nem sikerült elérni, most eléri. Amerika van mögötte. Tehát ide. És halál komolyan, és még van 25 teória, amit halál komolyan az emberek elővesznek. Azért, és nem lehet azt mondani, hogy nem igaz, mert honnan tudjuk, hogy igaz, és honnan tudjuk, hogy nem. Ezt kideríteni? Csak a mindenható tudja. Ugye a Feri azt mondta, hogy ebben foglalkozhatunk 15 percig is, de foglalkozunk vele 15 percig, akkor a saját mennyétől bérelt lakást, a Fideszes képviselő című ópuszt hogyan fogjuk megbeszélni? Hozzátéve, hogy a Katinak abban az esetben teljesen igaza lesz, hogyha ez a Vesztegzár a Grand Hotelben előjön, akkor kára senkit nem fog érdekelni a saját mennyétől bérelt lakást a Fideszes képviselő, senkit nem fog érdekelni, ha tovább vitázik a színházakról a kormány és a főváros, senkit nem fog érdekelni a nem jutott nyugvópontra az MSZPDK, senkit nem fog érdekelni a börtönbiznisz, és senkit nem fog érdekelni az, hogy Szabó István nem vette át az életműdíját, csak az fogja érdekelni, amiről a Kati beszélt. És téged is az fog érdekelni. Hogy mi van a Györgyivel?
Lehet, hogy magadat leszaharod, de a Györgyi egészségét fontosnak tartod. Ő a felesége. Igen, de miután abszolút nem hiszek az ügybe, szóval ezzel úgy vagyok, mint az istenhívő és az ateista. Tehát, melletted megdögölhet bárki a vírusba, akkor is azt mondod, hogy... Ha nem lenne ilyen, az internet nem lenne, akkor 3 hét múlva tudtak volna akkor meg, mit, hogy mit, mit, páram mit, valami furcsa betegségben. Szilágyi, mit üzensz Timafi Juditnak? Azt mondta fülem, hogy a saját mennyétől bérelt a nem tudom kicsoda, akár ugorhat is. Mostantól kezdve csak így ugrálnak majd a témák. Ugye van Timafi Judit, ő az, aki jelentett arról a csoportról, amelyik hazajött Olaszországba, diákok, akik Milánóhoz közel voltak, és úgy gondolta, a saját lánya is benne volt, és őket elvitték a Szent Lászlóba. Egyből, tehát amikor hazajöttek. Ugyanakkor, hogyha rámész a Facebook oldalára, akkor ott megtalálod sokkal későbben természetes Stoffán György blogját, aki egyebek között azt írja a koronavírusról kicsit másképpen című írásában, február 26-a szerda, ma minden hívő keresztény embernek nagyobb feladata van, mint az orvosoknak. Kati. Ez nekem nem állna jól. Mindent megtettem, hogy te rendben legyél. Szólni kell a miniszternek. Ez vicces? De az ember kínjában röhög, már ne haragudj. Én nagyon drukkolok, hogy röhögjünk ezen még 4-5 hétig, tehát hogy semmi se legyen. Egyáltalán nem vicces, a felkészülésen nagyon sok múlik, és az emberek tájékoztatásán. Azt nem eddig elmondani, hogy ne tessék pánikba esni, az nem jó. De itt van Timafi Judit, egy tökéletesen felvilágosult azt, hogy nem ismerem. Volt. Nem. De akkor, mint látjuk, megváltozott. De ő korábban is ilyen volt. Igen. Tehát megfér benne ez a két én. Én nem fogom emiatt őt lenézni. Én ismerem a skizofrénokat, semmi baj nincs ebben. Gyuri, óvatta. Jó, nem bántam őt, hanem azt mondom, amikor egy miniszter, akire ekkora humánszféra van rábízva, azt mondja, hogy orvosként, professzorként, hogy majd a 10 parancsolat meggyógyít, akkor ez beleillik ebbe a képbe. Tehát te azt mondod, Szilágyi, hogy ez egy potenciális veszély, amely potenciális veszélyből a potenciális nem kell elhagyni. Ott marad. Igen. De meg azt mondod, hogy eltűnik. Én azt mondom, hogy vigyázzunk. Hogy, Péter? Úgy látszik, ez a opponensek félköre Jánossal együtt. Én azt mondom, hogy túl van a borzasztóan a lihegben az egész, nem kéne vele ennyit törődni, és az az egész olyan vicces, az a bejátszás is, hogy a kalauz majd odafigyel, meg a határátkelő helyeken kitöltik az ívet. Hát milyen hülyeség ez az egész? Az, hogy valamelyik vizergépet, mert állítólag utazott rajta egy olyan ember, aki állítólag onnan jött, leállították, fertőtlenítették, és egy hétig kivonták a forgalomból. Ez nem vicces, nekem egy közeli hozzátartozóm Rómába vett jegyet vizerrel, és avval szembesült, hogy a vizer azt mondja, hogy ugye április valahanyadikáig nem mennek a járatok, pontosabban mondva mennek, 60%-a megy, 2 héttel az indulás előtt kap egy e-mailt. Most az a kérdés, hogyha valaki el akar menni Rómába turistának, vagy el akar menni dolgozni, vagy bármi, hogyan fogja alakítani az életét? Hogyan fog magának szállást foglalni? Ez az a gazdasági következmény, ami már is. Most tippelhető. Jobban fáj a járulékos oldalon, mint az egészség. Jó, de a Vizer nagy valószínűséggel nem ilyen, tehát ők nem, valamilyen okból meghozták ezt a döntést. Nem, a Vizernek egy nagyon jó kis Excel táblája van, és látták a lemondásokat, és abból extrapolálták, hogy vagy nem feltétlenül, hogy itt volt ez a két romániai járat, és akkor egyszer csak... És van még egy dolog, ezt már jogászként teszem hozzá, hogy a felelősség elhárítása. Tehát ha én előre azt mondom, hogy szűkítem a járatokat, bezárom az ajtókat, az ablakokat, akkor én nem lehetek hibás. De mit fogsz akkor tenni, amikor egyszer csak kapsz egy magyarázatot arra, hogy miért nem mehetsz el Rómába? Nem kapsz magyarázatot. Hát, dehogy nem. Erre fognak hivatkozni. Hát pipa leszek. Hát miután azt mondom, hogy ez egy... De miért nem teszed fel a kérdést, hogy ők miért veszik komolyan azt, amit te nem? A kérdés jó. Nem tudom rá választ. Ebbe úgy látszik, be kell szállni. Felelősség. Ebbe be kell mindenkinek, minden hivatalnak, repülőtársaságnak, be kell ebbe a dologba szállni, határőröknek ki kell tölteni, hogy mi bajod van, mikor voltál utoljára lázas. Erre persze egyáltalán nem vagyunk fölkészülve, ha itt tényleg baj lenne, mert itt lemértek valakiket, és 32 fokos lázat mért, nem tudom, és az nem tűnt föl nekik.
Ez örkény. Nem, rosszul mértek. Rosszul mértek. Rossz volt a lázmérő, vagy rosszul mértek. Fölkészült volt a lázmérő. Egyébként figyeljetek, ezeket az abszurditásokat, amiket a bejátszóban láttunk, hogy a kalauz majd megkérdezi, hogy hogy van, vagy nem tudom, tehát hogy ki kell tölteni a határon a bejövőknek részletes kérdőívet, a tekintetben, vagy voltak-e olyan területen, ami érintett. Ezeknek mind megvan az az értelmük, mert van valami értelmük, akármilyen abszurdnak is hatnak, hogy érezzék úgy az emberek, hogy ezzel a kérdéssel foglalkoznak. Ez a lényeg. Szerintem más ebből nem számít. Hadd mondjak el egy másik példát. Itt van a Sopron női kosárlabda csapata, amelynek Olaszországban kellett volna fellépnie, de ott nem lehetett lejátszani a mérkőzést, úgy döntött a Nemzetközi Szövetség és az olaszok is, hogy akkor legyen Ljubljanában. De a magyarok közölték, hogy Ljubljanában sem mennek el, ezért a szövetség 20-0-ra a másik csapatnak adta az eredményt, de nincs vége, Péter. Azt mondta a Sopron vezetője, a döntést az Euroliga sorozat lezárulta után szeretném érdemben kommentálni. Mire vár? A hazabölcse szólalt meg. Tehát annyi abszurditás van. Ugye, amikor még nem kezdődött el az adás, nyugodtan mondhatod az egri uszodát. Ugye azt kérdezte a Szilágyi Zola Kati, hogy ez most komoly vagy sem. A Mirkóczi az most felelősen gondolkodó vagy felelőtlen. Hiszen most az Eger lesz a következő, amelyik kiesik majd, mert ugye nem tudja hol fogadni az ellen. De a nagyobb baj még az, hogy a tókiai olimpia is veszélyeztetett lett már, és mennyi embernek mennyi munkája van abban, hogy egy olimpián elindulhasson. Formáj futam, és elmarad valahol. Elmarad a barcelonai mobil. Ezért mondom azt, hogy az egészségügyi része nincs annyira közel hozzánk, de meg lehet ijedni, megvan ez a szuverén jogosultsága mindenkinek, hogy féljen, meg az is, hogy ezt ne vegye komolyan. Ugye Falus Ferencnek lefordította az adatait az Egon, és 100 millió halottról beszéltek itt a ezt akartam mondani, beszélni. Hogy ő megmondta egy hónappal ezelőtt, milyen felkészülése van szükség, és mi várható. Erre kell készíteni az embereket is, mert én azt gondolom, hogy ti, akik ebből éltek, az emberek tájékoztatása és az emberek felkészítése van olyan fontos, mint hogy képzelik ezt a maguknak el. Tehát én itt látom a felelősséget. De akkor most eltelt ez a 20 perc, most mit üzentünk a népnek? Hogy fogalmunk sincs semmiről. Köszönöm. Vigyázzanak magukra. Így vagyunk tájékoztatva. De ezt úgy általában üzenjük koronavírustól függetlenül. Zsebkendőbe köhög, tüsszencs. Ezt eljátszottuk. Csináljanak azt, amit akarnak. Szünet. Köszönöm.